Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Sziasztok, és üdvözöllek titeket újra a vlogomban, mégpedig újra a Shanghaiban vagyunk. És most bevetjük a várost, most érkeztünk 20 perccel. És búcsúzunk a nyártól ezzel a videóval egyben, mert szeptember 1-e van. És ja, bemegyünk most megnézni a skylights-okat a városban, majd mutatom. Illetve holnapra is van programunk, szóval jön valami tradicionális helyre megyünk az egyik brazil crew-val. Szóval, ha tetszik nektek ez a videó, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást. Köszönöm a értékeléseket a brazil nászutunkról, nagyon-nagyon jól estek a üzeneteitek, nagyon-nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Tényleg nagyon-nagyon csodálatos út volt, ha valaki lemaradt volna, akkor nézze meg itt, azt hiszem ide teszem, sose tudom, itt vagy itt. Igen, és ja, kezdjük a szeptembert együtt. Puszandás! Mert ha most megnézzük háttóba, abban az épületen van egy kis ilyen fényjáték, de se zene, se ilyen vízi, mi az, mondják ezt, fontain, ilyen, semmi. Tehát minden jó, kijöttünk, és jó, sokan vannak, nem annyira sokan, de azért sokan vannak. Így szép megnézni, így ide teszek egy képet, hogy így összképben milyen, de így semmi extra. Hát lehet, hogy el vagyunk kényeztetve Dubáj után, mert ott azért van zene, meg ilyen vízjáték, hogy így a vízesés mozog, meg ilyesmi, tehát én is itt erre számítottam, de nem. Jó van, ezt akkor így ti tudjátok hagyni, hogyha nem akarjátok. Na mindegy, azért szép. Ezt a tradicionális táncos nőt. De jó lenne, ha látnánk. Nem tudom, hogy ez egy kabaré show, vagy egy ilyen színház. Tök jól ott az ablakot táncol. Az tök jól lehet. Na mindegy, mert legközelebb. Ilyen messze vagyunk amúgy tőle. Ja. Thank you.
világítás után, vagy a hát fényjáték után, ha így lehet mondani, amúgy nagyon szép, így ki van világítva, meg minden, csak úgy nagyobb dologra számítottam, de amúgy tényleg nagyon szép. Eljöttünk az Old Town-ba, a régi város területére, és ilyen gyönyörű az épület végig. Ilyen kis bódék vannak, és akkor ott kajálhattok különböző ilyen tradicionális kajákat, és nagyon-nagyon-nagyon szép ez a hely. Ez a Jugarden mellett van. Lehet, hogy a Jugardent holnap megnézzük, mert azt mondják, hogy az nagyon-nagyon, az már 1000 éve itt van, és mit tudom én, melyik dinasztiának a örökségéből maradt fönt, és az, hogy érdemes megnézni, ott van ilyen lék, meg egy kert, ugye, hát egy kertről beszélünk, az nagyon szép lehet, azt lehet holnap megnézem. De most itt vagyunk, és ezek az épületek, hát gyerekek, ingyenes, tehát ezeket mind a... Csak így járkálunk a városba, is ingyenes. Mondtam nektek, hogy ma ez lesz, hogy csak így sétálgatunk, meg persze fogunk kajálni is. Azt nem mondom, hogy kínai kaja, mert aki ismeri engem, és nézi már a csatornámat, azt tudja, hogy én nem vagyok a kínai kajája, tudod? De valami finomabb. McDonald's mindig itt van minden sarkon, az megvéd bennünket. El sem hiszem, hogy milyen szomorú vagyok, mert ma akartam ugye megnézni a Jugardent, ami egy nagyon nagy látványosság itt Shanghai-ban. Persze hétfőn zárva van. De úgy, hogy a recepcióst megkértem, hogy írja be az Alipay-be a pontos címet, és nem volt képes mondani, hogy zárva van hétfőn. Nem gondoltam, mert hogy múzeum az oké, az zárva szoktak lenni hétfőn. Nem gondoltam volna, hogy egy garden is, és ha beírom Google-ba, hogy Jugarden, akkor nem adja ki a nyitvatartását, csak ha külön rámegyek, akkor is azt írja ki, hogy 9-től délután 4:30, és akkor csak a legalján, hogy ja, hétfőnként zárva van. Jaj, de mekkora egy lúzer vagyok, hát ezt nem hiszem el. Jó, mindegy, most ugyanott vagyunk, ahol tegnap voltunk. Ez a Yuyuan területén az ilyen tradicionális házakat lehet látni, és is tele van ilyen shoppingokkal, de tegnap a lights-al, meg a fényekkel sokkal jobban nézett ki, most így annyira nem néz ki olyan elvarázsoltnak, mint tegnap, szóval így egy-két felvételt majd megmutatok, de semmi extra. Szóval, hát egy füstbement terv jött létre itt Shanghai-ban. Sajnálom, hogy így alakult, minden ilyen is van, ilyen is szokott lenni, tehát kiteszem ezt a videót, mert miért ne. Ez van, legalább látjátok, hogy mi van az igazi életben néha. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezzük, de ja. Mindegy, szeretném lezárni ezt a vlogot, mert végül is semmit nem tudok akkor csinálni. Itt még fogok itt sétálgatni, aztán megyek is vissza a hotelbe, mert aztán wake up call lesz. Tehát ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett a tegnap, mert akkor tényleg a lights-al, meg minden a kivilágítással a The Band-en voltunk, ahol ugye a Shanghai főépületét láthattuk, meg ilyesmi. Az is egy kicsi csalódás volt, ugye mondtam, hogy nem az a úristen zene, meg ilyesmi, de azért szép volt, úgy összességében szép a city nagyon. Na mindegy, remélem, hogy átjött ez a nagyon-nagyon-nagyon rövid vlog. És tetszett nektek, ha igen, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, még egyszer elnézést kérek, hogy egy ilyen, de legalább látjátok, hogy ilyen is van, és találkozunk legközelebb, puszantásokat!